Az eseményen Petrás Mária Prima Primissima díjas népdalénekesnő előadását követően Farkassi Verzsébet polgármester köszöntőjében kitért arra, Makovec Imre első 1996-os makói látogatásától kezdve az ítélőket mindig közös cél vezérelte abban, hogy ápolják örökségét, ez pedig a régi építészeti értékek megóvása mellett az új és egyedi értékek megteremtése. Ma már 13 Makovec épület a mesterkeze munkáját, aminek folytatásaként két éven belül meg. Egyik remek művének a hagymatikon fürdőnek a bővítése. A magyar kormány december 30-án és április 7-én világos és egyértelmű üzenetet adott városunknak. Az üzenet által elismeri és támogatja azt a munkát, amit az elmúlt időszakban Lázár Jánossal közösen elvégeztünk a fürdő bővítésére vonatkozóan. Elismerés támogatja ugyanakkor azt a hatalmas munkát, amelyet a makói vállalkozások végeztek az elmúlt időszakban a helyi turizmus fejlesztése érdekében. És elismerés támogatja az elmúlt 25 év városunkért tett erőfeszítéseit és szolgálatait. A rendezvény meghívott vendége volt Búzás Péter Makó korábbi polgármestere is, akinek hivatali ideje alatt a településen megépülhetett és elkezdhette működését a fürdőkomplexum. Beszédében visszatekintve a rendszerváltás utáni időszakra elmondta, egy turizmusfejlesztési programot dolgoztak ki, amelyben a termálvízkincsre és a különlegességnek számító makói gyógyiszapra akartak építeni. Ekkor már néhány makóves stílusú épület állt makon, és a fürdő megtervezésével is őt bízták meg. Ennek a Komplexumnak a még meg nem épült tervei kerülnek most megvalósításra. Ez a mai nap, ez a makói turizmusnak egy olyan következő ütemét indíthatja el ezzel a gigantikus beruházással, ami hát új távlatokat nyit az itteni turizmusban. Köszönöm elsőként országgyűlési képviselőnknek, kormánybiztos úrnak azt, hogy a mostani beruházásod a legfontosabbat, a politikai támogatást és a pénzügyi hátteret megteremtötte. Enélkül most nem tudnánk itt lenni. Köszönöm polgármester asszonynak és vezetőtársainak azt, hogy az ehhez szükséges koordinációt, döntéseket meghozták, meghozzák. És köszönöm, hogy ennek az egész ügynek sikere elsősorban a makkóját fogja szolgálni. Lázár János a beruházás kivitelezéséért felelős kormánybiztos beszédében elmondta, három fontos dologra volt szükség ahhoz, hogy eljussanak a jelenlegi helyzetig. Először is az alapötletre, amely meghatározta a város hosszú távú jövőjét, és egy geniális tervre, melyet Makovecimra az Alföldre álmodott meg. És a harmadik dolog az ötleten, a terven túl a bátorság, ami kellett ahhoz, hogy a mai napig eljussunk, hiszen a város mai vezetői polgármester az élen nem riadtak vissza attól, hogy egy ekkora a város erejét messze meghaladó beruházásba kezdjenek. Egy olyan időkben, ahol 2008-ban gazdasági világválság, marapság pedig emberi válság, egészségügyi válság pusztít bennünket, kell ahhoz bátorság, hogy egy 23 ezeres városban egy 10 milliárdos beruházással, megduplázva ennek a mai fürdőnek a kapacitását, egy városvezetése merje azt mondani, hogy ez a jó irány, és ebbe kell fektetni minden erőforrásunkat, fizikai, szellemi, gazdasági erő, erőnket. A konkrét munkák így már május hónapban megkezdődhetnek. Azokat a nyertes kivitelező a Székesfehérvári székhelyű Fehérép építőipari Kft. fogja elvégezni. A szerződés szerint a fürdőbővítés beruházási ideje 16 hónap.